Láttuk már műsort vezetni, énekelni és táncolni, így azonban még biztos, hogy nem. Harsányi Levente nem űrrepülésre készül ebben a ruhában, csak a mindennapi testmozgást iktatta be az életébe. Miután néhány hete abba hagyta a rádiózást és felszámolt a korai kelésekkel, felszabadult némi ideje, ezért elhatározta, hogy több időt fordít a testére. Elkezdtem a félmaratont Krokó Péter felkészítésével, ugye tudjuk, ő ultra, meg minden triatlonista, kedves barátom, úgyhogy most szépen szakaszosan készülünk arra, hogy legalább 21 kilométert le tudjak futni, és ha minden igaz, akkor előbb-utóbb lesz majd teljes maraton, tehát 42 kilométer. Mindezek mellett hetente egyszer, illetve most már kétszer beiktattam még egyet fociban. Jobb szélen megyek elő, bal lábbal néha beadok, megtévesztem őket, néha magamtól is kicselezem, csak azért nehogy kiismerhető legyek, és a teniszt is abszolút betettem a programba. A tenisz, a foci és a futás mellett Levente a speedbody-t is kipróbálta. Nagy tervei vannak, egy új tévéműsorra készül, ezért szeretné mielőbb jó formába hozni magát. Olyannyira szeretnék sportos lenni, hogy nem úgy nézek ki, de ahogy szoktam mondani, a testem 78%-os kidolgozottság alatt van, a 84 a cél, azért, mert 84 ez nekem nagyon fontos, de súlyban is, tehát 84 kilót szeretnék lenni, most 86 vagyok, tehát le kell egy kettőt adja körülbelül. Levi nem egyedül érkezett az edzésre, munkatársa és egyben jó barátja Gitánó kísérte el. Az énekesnek gyakori fellépései miatt kell odafigyelnie arra, hogy milyen formában van. Színpadi muzsikus vagyok, és pár tévéműsorban állandó szereplő vagyok, úgyhogy odafigyelek arra, hogy nézzek és hogyan táplálkozzak, és heti rendszerességgel akár 3-4 alkalommal is eljárok, vagy futni, vagy focizni, vagy éppen edzeni. A speedbody azért is különösen jó választás a két sztárnak, mert kifejezetten az elfoglalt emberek sportja. Még a fellépések közötti rohanásba is beilleszthető, ráadásul ugyanolyan hatékony, mint bármelyik súlyzós vagy kardioedzés. 5-20 perc alatt lemegy egy edzés, és mégis látható eredménye van. Körülbelül egy másfél órás konditermi hatást tesz ki, hogy konditeremben edzettél volna külön-külön minden izomcsoportodra, csak itt még mondtam is, hogy előnye, hogy minden 8 izomcsoportod egyszerre mozog. A speedbody titka ebben a ruhában rejlik. Súlya miatt önmagában is nehezíti az edzést, de a hatékonyságot az edzők árammal tovább fokozzák. Speciális ruha, amiben benne vannak az elektródák, tappancsok, azon keresztül kapja a vendég teste az impulzust, ami a mély izmokat mozgatja meg inkább. Minden edzésnél adunk előtte vagy utána egy izotóniás italt, hogyha ezt szeretné a vendég. Ez különböző ásványisokat és vitaminokat pótol a szervezetedben, és edzés előtt levizezzük a vendéget, illetve a ruhát is, ez azért kell, mert a víz jobban vezeti az áramot, így még hatékonyabban fogja érezni a testében az impulzusokat. A speedbody esetében elsősorban az idő és a hatékonyság az, ami Gitánót is meggyőzte. Akkor ez nagyon szimpatikus, 20 perc is elég akár egy héten, mondjuk 2-3 alkalom, vagy 2 alkalom, és akkor még több időm van a kutyámmal, vagy a barátnőmmel, vagy a családommal foglalkozni, ez jó, szimpatikus nagyon, abszolút.